Köszöntöm a Völtségi Magazin nézőit, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mivel készültünk Önöknek mára. Felújították az Aparhanti Védőnői Szolgálat épületét. Néptáncosok és zenészek szórakoztatták a murgai falunapra látogatókat. A nagy meleg sem tartotta vissza a segíteni szándékozókat. Kolbásztöltő fesztivál Kétyen. Szent Annára emlékeztek Kakasdon. Közel 26 millió forintból újult meg az Aparhanti Védőnői Szolgálat épülete. Az intézmény három település kismamáit és babáit látja el. A 30 éves épület korszerűsítésének költségeire pályázati úton nyert támogatást a falu. Anyukák, apukák, gyerekek, idősek és fiatalok is elmentek a felújított Védőnői Szolgálat épületének átadójára Aparhanton. Svejcerné Apáti Marian harmadik gyermekével járt ide tanácsadásra. Mi itt élünk 2017 óta, úgyhogy már nagyon vártuk, hogy legyen egy kis felújítás, már nagyon kellett. Nagyon örülünk neki, hogy ez létrejött, így biztonságos, boldog, tiszta környezetben tudhatjuk a gyermekeinket, ha jövünk tanácsadásra. Örülünk nagyon. Tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. 30 év alatt azért az épület állaga romlott, úgyhogy volt lehetőségünk pályázni a Belügyminisztériumhoz önkormányzati fejlesztések című pályázati kiírásra. A projekt összköltsége 25 millió 750 ezer forint volt, a támogatottság mértéke 95%-os volt. A visszamaradó 1 millió 250 ezer forintot az önkormányzat önerőből biztosította a költségvetésében. A beruházás eredménye, hogy az épület teljesen felújult, úgyhogy hőszigetelés, tetőcsere, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés történt, emellett a védőnök számára új bútorok és bemutató eszközök is beszerzésre kerültek. Nekem nagyon nagy szívügyem volt, úgyhogy nagyon örülök neki. Ez szerintem a legfontosabb, hogy a kicsiket jó helyen tudják gondozni. Igazából azért ezt a célt is tartottuk jónak, mert itt 5%-os önerőt kellett biztosítanunk, a többi pályázati cél esetében 10 vagy 15%-ot kellett, így kedvező feltétel is volt, és egyértelmű is volt, hogy ezt az épületet fel kell újítanunk. Horvátné Dimén Vivien az intézmény vezető védőnője, épigyesen van kislányával. Tervei szerint januárban tér vissza a munkavilágába. Nem így nézett ki, amikor én eljöttem. Nagyon szép lett, és öröm lesz itt dolgozni, hogyha visszajövök. És nagyon hálás vagyok a polgármesterasszonynak, hogy ezt is sikerült összehozni. És nagyon várom már, hogy újra jöjjek. És várjam az anyukákat, meg a kisgyermekeket. Mind eszközben nagyon elavultak voltak a régiek, illetve belül is a tanácsadó minden régi volt, és most nagyon szép lett. És nagyon örülök, hogy ilyen modern eszközök segítségével tarthatom majd a védőnői tanácsadásokat. És nagyon várom már. Rengeteg tervünk van, utak, járdák felújítása, nagyon szeretnénk a művelődési házat felújítani, illetve a sportöltözőnket és az iskolai konyhát is. Ezekre mind pályázatot nyújtottunk be. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, kevés olyan ország van, ahol ilyen vagy ehhez hasonló intézményrendszer működik. Nem csak a születésük pillanatától, hanem azt megelőzően már gyakorlatilag ott van minden fontosabb eseménynél, illetve jó tanácsokkal és egyéb vizsgálatokkal szolgálja az újszülötteknek, a csecsemőknek, a kisgyerekeknek és az édesanyáknak, elsősorban az édesanyáknak az egészségük védelmét. És ezért nagyon fontos az, hogy minden olyan településen, ahol sok a fiatal, illetve ami körzetközpontnak számít, ott legyenek a védőnői szolgálatok. A védőnői szolgálat egyébként, hogyha mondhatjuk ezt, egy hungarikum. Nagyon kevés helyen tudok én hasonló intézményről. Most a Kárpát-medencében próbáljuk az utódállamok területén, az elcsatolt részeken is kialakítani ezt. Vajdaságban többé-kevésbé már megteremtődött, most Erdélyben próbáljuk hasonló módon megszervezni a segítséget az anyukáknak, illetve a kisgyerekeknek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos intézményről van szó, mert sok anyuka egyébként nem nagyon tudja, hogy mit kell tenni az újszülöttekkel, illetve nem a hagyományos családi modell van már, ami mondjuk
50-100 évvel ezelőtt volt, hogy a nagyszülők mindjárt ott vannak és tudnak segíteni, illetve a nagyobb gyerekek, hiszen régen 8-10 gyerek is volt, és akkor ott már a 9. vagy a 11. gyerek az felnevelte a többit, megtudta, hogy mit kell csinálni, és sokszor az anyukák magukra vannak hagyva, és meg is ijednek ettől a felelősségtől és feladattól, és nagyon-nagyon sokat segítenek a védőnök abban, hogy egyáltalán mit tegyenek, hogyan kell ezt csinálni, megmutatják nekik, és jó érzés az anyukáknak is az, hogy valakik odafigyelnek rájuk. A megújult intézmény 3 település, Aparhant, Mucsfa és Nagyvejke kismamáit és babáit szolgálja majd a jövőben. Az esemény végén Pál József katolikus plébános megáldotta az épületet. Felpezsdült az élet Murgán. A falunapi rendezvényre annyian voltak kíváncsiak, hogy közel 3-szorosára nőtt az egy időben a településen tartózkodók száma az átlaghoz képest. A szórakozásról és a jó hangulatról néptáncosok és kórusok gondoskodtak. Sokan voltak kíváncsiak a murgai falunapra, amin a számos környékbeli fellépő műsorából mindenki könnyen megtalálhatta a kedvencét. A Murga község Tolna megye egyik legkisebb települése. Örömömre szolgál az, hogy ilyenkor, amikor a falunap van, akkor benépesül a település. Én számításaim szerint van 150 fő van most per pillanat jelen ezen a rendezvényen. Délelőtt folyamán is voltak már programok. A Kovács Gábor muzsikus tartott itt a gyerekeknek előadást. Egésznapos program légvár, gyerekeknek gyöngyfűzés és ilyen dolgokkal készültünk. Továbbá a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tűzmegelőzési bizottságának van itt egy egész napos kitelepülése, és a tűzmegelőzése kapcsolatban vannak különböző olyan programok, amik hasznosak lehetnek az embereknek a számára. Délben egy ebédre vártuk a közönséget, 1 órakor egy habparti volt, a gyerekeknek a nagy örömére, most már mondhatom, mert az már lezajlott. 2 órakor kezdődnek a kulturális programok. A kulturális programokon belül amatőr csoportok lépnek fel, többek között a Hölgyészi Gyermek Otthonnak a táncosai, a Tolnai Vándorló Szépkorúaknak a csapata, csoportjának a csapata. A Lemle Mária nosztalgia dalokkal fogja szórakoztatni majd a közönséget. Kosnás Árpád pedig néptánccal fog kedveskedni az embereknek. A Zombai Hagyományőrző Egyesületnek a tagjai szintén néptánccal fognak majd ellépni. 4 órakor sztár vendéget is tudtunk, vagy fogadunk. A Siposár Tamás fog egy koncertet itt végül is tartani, ami bál követ 7 órától, és este pedig 9 órától egy tűzi játék. A kilátogatók számos néptáncot is megcsodálhattak a Kosnás család jóvoltából. Murgán egy kicsit hazai pályára is jövünk, hiszen én Murgán éveken keresztül távoloztattam a Valsányitás csoportot, a Bolyanitás csoportot, úgyhogy igaz, hogy már több mint 10 éve nem jártam itt, de most ahogy jöttem lefele a kis löszfalak mellett, ezek a sok emlék rám tört. Erre falunapra a polgármester úrtól kaptunk meghívást, mint Kostás család szereplünk. Ez egy Győriben élő kis család, táncolnak a gyerekek, szülők, éneklünk, és jól érzünk magunkat a színpadon is, és ezt fogjuk megmutatni a kedves közönségnek. Ugye a fiam az többszörösen díjazott szólótáncos is, úgyhogy ezt is bemutatjuk a tisztelt nagy érdeműnek, és mi is táncolunk, hiszen mindannyiunknak a tánc az élete. 3 tánccal készültünk, táncolunk egy szatmárit, egy szatmári énekel felvezetve, utána egy széki sűrű és ritka tempót, ez egy erdélyi, nagyon virtuóz férfi tánc, majd mivel bukovinai székelyek vagyunk, ezért a bukovinai székely ének és tánca a szívünk közepe, és így aztán egy bukovinai összeállítással is készülünk a műsoron. Gyere, 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 gyere.
Citera kíséretében lépett fel a Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti köre. Ők is rendszeresen visszatérő fellépője a Murgai falunapnak. Évek óta ide járunk Murgára. A Felkvárton a polgármester és a felesége a csoportnak a tagja, és mindig meghívnak a falunapra. Nem csak falunapra jövünk, hanem eljövünk majálishozni. Majálishozni eljövünk, és szinte többen jövünk, mint a murgai lakosság. Életet hozunk a faluba. Most is a polgármester úr felkért bennünket erre a falunapra, jöjjünk el. Megtisztelt olyan dologgal, hogy főzzünk. Egy helyi barátunk szarvaspörköltet főzött, mi meg tolnai bagulyást főztünk. Amiért főztünk a majálison is, és nagyon nagy sikere volt a bagulyás, a szarvaspörköltet. Nagyon szívesen jövünk ide. Jól érezzük magunkat, nosztalgiázunk, ünnepelünk, barátkozunk mindenkivel. A gyerekek szórakozásáról a kulturális programok mellett trambulin és ugrálóvár is gondoskodott. A több mint 60 pályataggal működő zombai Dél MX Motorsport Egyesület 7. alkalommal hívta véradásra a motorostársakat. Az egyesület életében hagyományszerű a megmozdulás, amellyel az egészségügyet támogatják. A nagy meleg miatt az idei évben a véradás utáni közös motorozást elnapolták egy későbbi időpontra. A hivatal elé állított 2 darab crossmotor hívta fel a figyelmet a zombai Dél MX Motorsport Egyesület hagyományszerűen megszervezett véradására. A szervezet a sport veszélyessége miatt fontosnak tartja ezeket a megmozdulásokat, hangsúlyozta az egyesület elnöke. Igazából egy elég veszélyes sportot űzünk, amihez elég nagy valószínűséggel szokott kelleni vér. Tehát mivel motocross ez nem egy ilyen light-os sport, tehát nem egy sakk, hanem tehát itt azért nagyon nagy ugratások tartoznak ehhez a sportákhoz, gyorsan megyünk, sokan megyünk a pályán, meg hát amúgy is, tehát a véradás ez nem egy rossz dolog. Tehát adunk vért azért télen, nyáron, tehát mi mindig próbálunk véradáson megjelenni. Jó érzés, mikor kapjuk vissza ezeket az üzeneteket, hogy felhasználtuk a vérét, tehát ez azért nem egy rossz dolog. Inkább ez is, ami motivál minket. Hát ez már egy 7 éves dologra tekinthetünk vissza. Akkor kezdtük, akkor költöztem vissza Németországból, és ott láttam, hogy vannak ilyen kezdeményezések, és akkor én is úgy gondoltam, hogy akkor ezt megpróbáljuk itt meghonosítani egy kicsit. A Motorsport Egyesület szervezésében a véradás egy közös motorozással szokott zárulni, de idén a kánikula ezt megakadályozta. Most az a baj, hogy el kellett halasszuk ezt a rendezvényt, mert hát azért 38 fokot ígértek már, és nem tudjuk előkészíteni a crosspályát. Melegben azért nem nagyon lehet ezt megrendezni maga, nem tudok előkészíteni motocross pályát, hogy utána kimenjünk és esetleg egy kicsit így motorozásra eltöltsük ezt a napot, tehát iszonyat meleg van. A hétvégén zombán zajló véradásra természetesen nem csak a motoros tagságot várták, örültek mindazoknak, akiknek egészségügyi állapotuk lehetővé tette, hogy karjukat nyújtsák bajba került embertársaik gyógyulásáért. Az egyesület elnöke is már sokadjára tette meg ezt a gesztust. Én katona voltam, akkor adtam vért, lehet látni, hogy vannak itt katonatársak, mert én is tartalékos vagyok, és úgy gondolták ők is, hogy jönnek, kicsit beszállnak ebbe a rendezvénybe, tehát mivel katonák így hozzáálltak úgy, ahogy kell, köszönöm is nekik. A véradás a szokásos módon az adatfelvétellel kezdődött, majd az orvosi kivizsgálás során ellenőrizték a hemoglobin szintet, első véradók esetén pedig előzetes vércsoport meghatározás is történt. Ezután a vérnyomás és pulzusmérést követően a kitöltött véradói kérdőívre adott válaszok és vizsgálatok eredményének értékelésével döntött a kivizsgáló orvos a véradásra való alkalmasságról. Majd jöhetett maga a véradás, ami félig ülő vagy félig fekvő helyzetben történhet. Az, hogy egy szervezet, egy egyesület keresi meg a vérrelátót azzal, hogy ők szeretnének egy véradás mögé állni, egyelőre még ritkaság számba megy. A különböző társadalmi csoportok felől kiinduló véradás szervezés az még inkább különlegesség, de vannak rá jó példák. Itt például megyénkben a motorosok rendezvényeihez kötődnek évek óta rendszeres véradások. Az egyéb kezdeményezések közül kiemelném az egyik szekszárdi szoláriumot, ahol már évek óta rendezünk nagy létszámú véradásokat, illetve szerepeltek a kezdeményezők között sportolók vagy kozmetikai cégek is. A vérellátásnak szoros a kapcsolata a civil szférával. Az idei a 4. év, hogy megrendezésre kerül a civil véradás. Ez a központi szervezésű esemény évente 2-szer, ősszel és tavasszal kerül megtartásra.
Ezek az akciók jellemzően nagyon sikeresek, hiszen egy elkötelezett csoport áll a szervezés hátterében. Megyénkben például a motoros véradások mindig nagy sikerrel zajlanak, országosan pedig a civil véradás például nagy létszámú véradót mozgat meg. Feltétlenül van létjogosultsága ezeknek a kezdeményezéseknek, hiszen más és más társadalmi csoportok figyelmét hívja fel a véradás fontosságára, és nagyon jó lehetőséget teremt új véradók megnyerésére is. A véradók örömmel tettek eleget, azonban itt DLMX Motorsport Egyesület invitálásának, sokan nyújtották karjukat, hogy ezzel segítsenek betegember társaiknak. Immár harmadik alkalommal szervezték meg a népszerű kolbásztöltő fesztivált. A rendezvény a közös múltunk felidézése, a visegrádi országok királyainak találkozója Kétyen címet kapta. A program középkori hangulat jegyében zajlott. 2019-ben a nagy sikerre való tekintettel Kétyen úgy döntöttek, hogy hagyományt teremtenek a kolbásztöltő fesztiválból. Így is lett, bár 2020-ban nem, egy évvel később újra megrendezték a programot, és természetesen idén sem maradt el. Ezúttal különleges programelemekkel készültek a szervezők. Ennek a rendezvénynek az volt a célja, hiszen egy visegrádi 4-es pályázaton indultunk, amin szerencsésen nyertünk 10.000 eurót, amit arra fordítottunk, és a rendezvényünk címét is így alkottuk meg, hogy a közös múltunk felidézése, a visegrádi királyok, visegrádi országok királyainak találkozója Kétyen. Ez volt pontosan a rendezvénynek a címe. És hát a közös múltunk megidézése köré húztunk egy ilyen középkori történetet, és nagyon sokat ötleteltem azon, hogy hogy lehetne, és nagyon jó dolgok jutottak az eszembe, és ezeket hála Istennek sikerült megvalósítani, és volt itt minden. Királyok, zsoldosok, kézművesek, sikerült fölállítani egy középkori kézműves utcát, nevezzük így, ahol volt egy kovács, egy bronzöntő, egy fazekas, egy bőrös és gyöngyfűző is volt. Na most mindenki kórhű ruhában volt, mindenki megpróbálta megidézni az akkori kornak a viseletét, az akkori szerszámokat, az akkori anyagkészítés, anyagformálási módokat. A történelemből tudjuk nagyon jól, hogy nincsen, akkor abban az időben nem volt maga a Szlovákia, az is Magyarországhoz tartozott, viszont a érsekétiekkel, a felvidékiekkel 26 éve együtt vagyunk, tehát ebből a programból ilyen formán nem lehetett kihagyni, és akkor jött az ötletem, hogy csináljuk azt akkor, hogy a királynét, Erzsébet királynét, Károly Róbert feleségét az érsekétiek szolgáltatják, hiszen az egész programnak az volt a lényege, hogy minden ország, aki itt szerepelt, a maga királyát, azt ő hozta magával. Tehát a lengyel király az egy lengyel fiatalember volt, a cseh király az egy cseh srác volt, és a magyar király természetesen ugye az a mi fiaink közül lett. A királyok kórhű bevonulását követően lakoma vette kezdetét, természetesen kolbász került a terítékre. A visegrádi királytalálkozónak a lényege, hogy ugye akkor is aláírtak egy szerződést, mi pedig, mi is aláírtunk, a 4 polgármester, illetve a brezovai polgármester, nem tudott eljönni, de az ő képviseltében lévő hölgyel, aláírtunk mi is egy ilyen megállapodást, amiben a testvértelepülési kapcsolatok lehetőségét vitatják majd meg a testületek, amikor ugye mindenki majd hazaér, és elmeséli, hogy itt mi volt, és hogy mi ezután is még mit szeretnénk. És akkor nagyjából a középkori rész itt véget is ért, és utána visszakanyarodtunk a jelenbe, és délután a folklor programokkal kedveskedtünk a közönségnek, illetve szórakoztattuk a megjelenteket. A kolbásztöltésre egyébként 25 csapat jelentkezett. A csoportok 10 kiló kolbászhúst, kenyeret, mustát és evőeszközt is kaptak. Kakasdon is megemlékeztek Jézus nagyanyjáról, Szent Annáról. Szűz Mária édesanyjának napja a nagyszülők és az unokák ünnepe a katolikus egyházi hagyomány szerint. Kakasdon mindig is fontos szerepet töltött be Szent Anna ünnepe. Ilyenkor gyakran a szomszéd településekről is érkeznek hívek, illetve a helyi nemzetiségi egyesületek is részt vesznek az eseményen. A falu hitéletében minden évben kiemelt helyet élvez a júliusi búcsú, hiszen a település javarészt római katolikus vallású. A mai nap, hát ez hagyományként ápoljuk, ez a Szent Anna napi búcsú. Ugye tudni kell, hogy itt a svábok építették a kápolnát, Anna napkor tartották a búcsút, és a búcsú
ugye nem csak az, hogy elmegyünk körhintázni, elmegyünk a nagy forgatagba, hanem általában a szentmisével kezdődik. A mai szentmisén is Szent Anna énekkel készültünk, és így indul a napunk, így lesz teljes, és úgy gondolom, hogy az Anna, Szent Anna példaképünk, nagyszülőknek felelősségünk, hogy a nemzedéket, az utódokat, unokákat ilyen vallásos életre neveljük. Ebbe az évben a székely kórus is részt vett a szentmisén énekkel, és hát igyekszünk mindenféle megmozduláson, mindenféle ünnepen, Szent Mihály napon, a falu napon, tehát próbáljuk magunkat mutatni, hogy vagyunk. A hagyomány szerint Szent Anna Szűz Mária édesanyja, vagyis Jézus nagymamája volt. Az év különleges a mai nap, mert elég sok helyen van Szent Anna búcsú, és amikor a Szent Annáról beszélünk, akkor először is azoknak, akik nem olyan vallásosak, azoknak szeretnénk mondani, hogy vannak példaképek. Ezek a példaképek a hősök, a különböző történelmi személyiségek. De amikor mi itt a templomban nem hősökről beszélünk, hanem egy fokkal följebb lépünk, még hogyha ezt sokan nem is tudják, ez azt jelenti, hogy eszményképeink vannak. És az eszménykép az nem csak csodálattal néz, mint a hősökre, hanem utánozni akarja a kereszténységben, és amikor ezt mondom, hogy kereszténység, akkor nagyon sokan úgy gondolják, hogy a keresztből van, pedig a kereszténység az a krisztusi névből van, ezért mondják a németek is, nem az, hogy a keresztből, hanem Kristen, krisztusiak. Jézus Krisztusnak az eszményképéhez akarunk mi is közelebb lépni, és Jézus Krisztusnak a nagyanyja, a boldogságos Szűz Mária édesanyja, Szent Anna. És ha már így közelítjük meg, hogy Jézus Krisztus nagyanyja, akkor szintén eszményképként látjuk. Ezt az eszményképet látják azok is, akik betérnek a Szent Anna kápolnába. Itt a kápolnában is azt látjuk, hogy ott áll egy kislány egy édesanyja mellett, tartja a Bibliát a kezében, nem csak egy imádságos könyvet, a Bibliát, és a Biblia az mindig Isten üzenete. És a boldogságos Szűz Mária is már az édesanyja tanította a Bibliára, a Biblia összefüggéseire, az Isten szeretetére, és ezért a boldogságos Szűz Mária, ahogy elhangzott, az Úristen megvédte őt a megváltásban már, hogy ő bűn nélküli legyen, és ezért, amikor mi is rátekintünk, akkor mindig azt kérjük, hogy adjál segítséget, hogy a jót és a rosszat meg tudjam különböztetni, a jó irányába tudjak menni, és ne tapsoljak azoknak, akik rendetlenek és a rosszat akarják. Ahogyan ő odaállt Mária mellé, a mai szülők is odaálljanak a gyermekeik mellé, és ne csak azt kérdezzék, hogy mi lesz a 10 órai, mit kell megvenni, hanem abban legyenek segítségükre, hogy a jó és a rossz között mindig segítsenek különbséget tenni, hogy a jót tudják választani a mai fiatalok is. A szentmise után agapéra hívták a résztvevőket, később többen kilátogattak a római katolikus templom melletti füves területre, ahol kirakodó vásár, körhinta, dodgem, ugrálóvár és láncinta várta a gyerekeket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!